fogom fűtötni. Az tuti. Szóval Michael járti. Tegnap este pofán vágott, aztán lekopott. Mondd meg neki, hogy csak fél szemmel öltjön. Hallottad, Rivant? Nem. Te hallgass meg engem. Ha a fiamat fenyegeted, akkor engem fenyeget. Ha csak beteszed a lábadat a belvárosba, azt megemlegeted. Ennyi ma körbe járok a kerület ügyénszel, van fegyvertartási engedélyem és van nálam fegyver. És milyen fegyvered van? Valami retikülre volna? De a retikülből is kiválóan tudok célozni. Szerinted le fognak tartóztatni? Szerintem azon a környéken senkinek sem hiányzik egy cimatoló zsaró. Megfogadtam, hogy ezt nem fogom megkérdezni. De te hogy kerültél ki onnan? Amikor kicsi voltam, és valami rossz történt, a mama azt mondta, hogy csukjam be a szemem. Így védett meg attól, hogy lássam, ahogy lövi magát. Aztán, amikor végzett, vagy a rosszokok elmúltak, azt mondta, most elszámolok háromig, de kinyitod a szemedet, és a múltnak vége. A világ jó hely, és nem lesz semmi baj. És te lenyitod a szemedet. Tudod, ahogy körbe-körbe furikáztam a városban, és téged kerestelek, csak egy valami járt az eszemben. Ferdinand a bika. Tudom, hogy már régen meg kellett volna kérdezni Michael. Akarsz te egyáltalán futballozni? Szereted egyáltalán? Elég jól csinálom. Igen, jól. Sonnal sokat beszélgettünk, és ha elfogadod valamelyik sportösztöndíjat, a Tennessee ajánlat a legjobb. Én pedig megígérem, hogy minden meccsalat leszek, és szurkolok neked. Mindegyiket? Mindegyiket. De az a rémes szalancságát nem veszem fel, aztán az egyáltalán nem álljon nekem, nem fogom felvenni, szó se lett róla. Azt akarod, hogy a Tennessee-re menj? Én azt akarom, hogy azt tedd, amit akarsz. Ebben te döntesz, Michael, ez a te életed. És ha inkább hamburgert árulni? Ez a te döntésed, a te életed. Rendben. Mi van rendben? Elnézést, hogy elrohantam. Elég zaklatott volt. Sok kérdést tett fel. Szeretnék az ügy végére járni. De folyton csak arról faggatott, hogy miért akarták mások, hogy a Mississippi Egyetemre menjek. Értem. Azt meg sem kérdezte, hogy én miért akarok oda menni. Rendben. Jól van, Michael. Maga miért akar oda járni? Mert a családomból mindenki oda járt. Mindig is oda jártak. Az egyetem egész új élmény lesz a számodra, Julia Magdalban. Sok lesz a számítás. Érezd jól magad. Mindig lesz egy barom, akkor ez valaki egész éjjel videójátékozni fog, vagy mondjuk internetezni. Érezd jól magad. És nagyon sokat fogsz edzeni, ami azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelni a jegyeinkre. Junior, ha nem hagyod a vonalat, gyere! Nyugi, mama! A könyvtárból jövök. Lefoglaltam egy szeparált boxot,
az egész fél évre. Ez az órarend és a tanulószoba beosztása. És ha nem bánják, akkor én beköltözöm az új lakásomba. Köszönöm. Köszönöm, Marisó. Jó. Nézzük az óráirat, irányzgyakorlat, az jó, pszichológia, matematika, sok jó órád lesz. Jól fogod érezni magad. Junior! Michael Orr, figyelj rám ebben. Szeretném, ha jól éreznéd magadat, de ha házasság nélkül teherbe ejtesz valakit, akkor beülök a kocsiba, idejövök és levágom a fütykösödet. Nem viccen. Értettem. Na, ha ebben 8-as út teljesen be fog állni, úgyhogy induljunk. Mindenki köszönjön el Michael-től, gyere! Szia, Pitike! Köszönöm, mama! Nincs mit! Miért csinálja ezt, Miki? Ő olyan, mint egy hagyma. Egymás után kell lefejteni a létegeket. Ne gyertsetek! Aminak olvastam egy cikket egy hölgyfelési fiúról. Apja nem volt, a nevelő szülők váltották egymást. Banda háborúban halt meg hölgyfelésben. Az utolsó bekezdésben megemlítették kiváló sport teljesítményét, és hogy milyen más élete lehetett volna, ha nem bukik ki az iskolából. A halála napján 21 éves volt. Az volt a születésnapja. Bárki lehetett volna ez a fiúló. Akár a fiam, Michael is. De nem ő lett az. És ezt azt hiszem, Istennek kell megköszönnöm. Istennek is Forrest Davidnak. És Miss Sue segítségével kiváló tanuló lett. Collins édesanyja nyomdokaiba lépett, és az All Miss szurkoló csapatának vezetője lett. Sean és Liam ma is Memphisben élnek. A 23. választás.